Sziasztok! Ebben a filmben egy görög kapunak a rajzát fogjátok látni paszterceruzával. Itt a vonalas rajzot lehet megnézni, és ez lesz az első fázis, ahol a film indul, néhány címpont már fönn van. A műfaj ugye ez a speed drawing, azaz a gyorsított felvétel, tehát néhány perc alatt végignézzük a teljes kép elkészültét. A kihívás az volt ebben a képben, és ezért is választottam ezt a fotót, hogy hogyan lehet paszterceruzával megcsinálni ezt a rengeteg növényi részt tartalmazó képet, tehát rengeteg ilyen kis levelecske, virágocska, apró folt van a képen, és tulajdonképpen ez volt az, amit ki akartam próbálni, hogy ezt ceruzával, paszterceruzával hogyan lehet megcsinálni. Ugye a paszterceruzának ugye a hegye az elég alkalmas arra, hogy egy kis apró mintákat felrajzoljon az ember, és ez igazándiból be is igazolódott, tehát valóban ezt nagyon szépen meg lehetett oldani, ahogy itt látjátok a filmen, tehát mindenféle színek, mert a fekete, meg a piros a másik oldalon, illetve itt meg a zöldek, sárgák, mindenhol több réteg került rá egyes boltra, gyakorlatilag egyik se egy szín, a feketét kivéve, de míg a feketét is több rétegben tettem rá, összes többi szín az több árnyalatnak a keveréséből épült föl, tehát ugye ez egy ilyen Tiziano pasztelpapír, aminek textúrás a felülete, lehetett szépen rá dolgozni a ceruzával is. Itt már egy kicsit lejjebb haladtunk, itt megjelennek az első ágak, amiket szintén nagyon szépen meg lehet oldani a paszterceruzával, hogy azokat a vékonyabb, vastagabb ágakat fölrajzoltam. Na, itt az alsó rész már igazándiból felüdülés volt ahhoz képest, hogy a tetején azért nagyon-nagyon kellett koncentrálni a növényeknek, a pici foltoknál. Néha olyan káoszosnak tűnt, el is fáradt időnként a szemem, olyankor egy-egy szünetet tartottam. Itt lent ugye a nagyobb foltoknál már ez könnyebb volt rajta tartani a figyelmet. És akkor itt jött a második rész, ami érdekes volt, hogy ez a kőfalnak a mintázatát hogyan lehet kialakítani. Itt megint segített egy kicsit a papírnak a mintázata, a textúrája, a többi pedig a ceruzán múlt, hogy azokat az apró foltokat nem kell föl, hogy a falnak a textúrája, a durlább felülete az kijöjjön a képen is. És itt már ugye az örömjáték volt tulajdonképpen a kapunak az elkészítése, ez a többihez képest nagyon egyszerű volt, hogy mindenféle kékeket kellett rá keverni, világos kéket, sötét kéket, egy kis fehéret, és akkor ezzel meg lehetett csinálni. Tényleg ez már ilyen nagyon egyszerűnek, mint a sok ág, bokor, levél és egyéb ilyen növényzet után viszonylag hamar el is készült. Akkor itt a kövezetnél szintén meg lehet figyelni, hogy több rétegből készültek el ezek a... Mindig az a jó, ha több színt keversz össze, azok sokkal szebbek azok a színek, és azok azt lehet szerzővel meg lehet csinálni, nagyon jó kis játéknak is föl lehet fogni ennek az eszköznek a használatát, ilyen jellegű képeket, vagy bármást el lehet készíteni. Itt még megerősítettem egy kicsit a növényzeten az intenzitását a színeknek, mert kevésnek találtam, hogy elkészült a kép, tehát több fekete, több zöld, egy kicsit ragyogóbbak legyenek a színek, és akkor itt láttátok az elkészült képet. Jó rajzolást nektek is!